Brutálisan drágult a burgonya az elmúlt hónapokban. Szakértők szerint ráadásul nem kizárt, hogy a következő hónapokban még többet kell majd fizetnünk érte. Az áremelkedés okainak is utána járunk a 35 perc mai adásában. Megnézzük, milyen tényezők nehezítik a termelők dolgát, és hogy milyen fogyasztói trendek látszódnak a krumpli esetében. Üdvözlöm Önöket, jöjjön mindenek előtt a teljes kínálat! Határidő keddig lehet jelentkezni a felső oktatásba. Fő az óvatosság, sok a baleset a vasúti átjárókban. Drasztikus drágulás, harmadával került többe a burgonya, mint egy évvel ezelőtt. Kedd éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre az oldalon elérhető e-felvételiben. A Nyíregyházi Egyetem a következő szemeszterben már Mátészalkán és Kisvárdán is indít kihelyezett képzéseket, a Nyíregyházi kampuszon pedig új formában is lehet tanulni szeptembertől. Köszöntöm a stúdióban Nagyné Erdős Juditot, a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetőjét. Mindenféle kérdésre a választ, gondolom, tudja. A jelenlegi hallgatók és a leendő hallgatók is bátran fordulhatnak a központhoz. Nagyon fontos dátum a holnapi. Éjfélig lehet tehát jelentkezni. Hányféle szakra tudnak a Nyíregyházi Egyetemen jelentkezni a leendő hallgatók? Így van, február 15-én éjfélig lehet jelentkezést benyújtani a www.felvi.hu oldalon az úgynevezett e-felvételi rendszerben. Idén egy rendkívül bőséges kínálattal készültünk egyébként a jelentkezők részére. Például, ha csak az osztatlan tanárképzés szakpárjait nézzük, akkor 71 szakpárból választhatnak nappali és levelező tagozaton egyaránt az érdeklődők, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a számára érdeklődési körének megfelelő képzésünket. Ugye most 15-ig, ahogy elhangzott, a felsőoktatási szakképzésekre, alapképzésre, osztatlan tanárképzése, illetve a mesterképzési szakjainkra tudnak az érdeklődők jelentkezést benyújtani. Hány helyet hirdettek meg? Rendkívül sok hely az, amit mi meghirdettünk, viszont azt tudni kell, hogy aki jelentkezést szeretne benyújtani, összesen 6 helyet, 6 képzést tud megjelölni ebben az e-felvételi rendszerben. Az első 3-at díjmentesen, mindenféle térítési kötelezettség nélkül, és lehetősége van további 2000 forintos térítési díj befizetésével további 3 helyet megjelölni. Fontos tudni, hogy a sorrend is lényeges. Fontos, így van, a sorrend nagyon-nagyon lényeges, hiszen ugye csak első helyre, első képzésre tud a jelentkező felvételt nyerni, és itt egy nagyon fontos határidő a július 7-e, hiszen eddig van lehetőségük a jelentkezőknek dokumentumot feltölteni, illetve a sorrenden módosítani. Milyen új képzések indulnak az idén, vagy vannak-e új képzések? Vannak újdonságaink, így van, több újdonsággal is készültünk. Például ide tartozik a kihelyezett képzésünk. Két új kihelyezett képzésünk van úgynevezett közösségi felsőoktatási képzési központban. Az egyik Mátészalkán, a másik ilyen központunk pedig Kisvárdán létesült. Mátészalkán két alapképzési szakkal várjuk az érdeklődőket. Ott a csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint a gépészmérnöki alapképzési szakokat hirdetjük. Kisvárdán 3 képzésből tudnak választani, ott az edző, a sportszervezés, illetve a gazdálkodási és menedzsment képzésünk létezik. Új típusú tanárképzés indul szeptembertől. Mit kell erről tudni? Miben 2022. szeptemberétől valóban egy nagy átalakuláson megy keresztül a tanárképzés. Ez nem csak nálunk, hanem ez egy országos trend, úgymond. Egységes lesz a képzés. Tehát most már ugye az 5 éves lesz a tanárképzés, és aki ezt a képzést elvégzi, egyaránt taníthat majd általános iskolában, illetve középiskolában is a megszerzett oklevéllel. Említette, hogy nagyon sokféle szakpárt hirdettek meg tanárképzésben. Mi az a minimum, amivel elindul egy csoport, vagy mire számíthat az, aki mondjuk olyan ritka szakra jelentkezik, ahová várhatóan nem lesz meg ez a létszám? Tanárképzésen talán az a szerencsés, ugye itt a szakpárjainknak a sokassága is mutatja, hogy akár már 1-2 fővel is el tudjuk indítani a szakot, hiszen ha valaki, teszem azt, egy angol nyelv és kultúra tanára mellett mondjuk egy magyar tanárképzést választ, vagy pedig egy angol nyelv és kultúra tanára, ugye a történelem tanára, nyilván akkor az azonos szakon felvételt nyert jelentkezőket ugye egy csoportba tudjuk ültetni. Tehát azért mondom, hogy itt tényleg akár 1-2 fővel is el tudjuk indítani ezeket a tanárképzési szakjainkat. Idén vannak olyan szakok, amit eleve távoktatásban
hirdetnek meg. Melyek ezek? Igen, hatalmas újdonság, és ez a januári kiegészítő kötetben tudott megjelenni. Rengeteg képzésünket, például 3 felsőoktatási szakképzésünket, 14 alapképzési szakunkat, 1 mesterképzési szakunkat, illetve 3 szakirányú továbbképzési szakunkat tudtuk távoktatásban regisztrálni. Már a jelentkezők egyébként a felvi felületen láthatják is, hiszen a munkarendet egy T betű jelöli, mint hogy távoktatásban indul ez a képzés. És ugyanúgy a jelentkezést ezen az e-felvételi rendszeren keresztül kell beadni, és ugye nagy előnye ennek, hogy akár például Győrből is be tudnak csatlakozni a Nyíregyházi Egyetem képzéseire. Ezekre a távoktatási szakokra is lehet állami támogatással jelentkezni? Sajnos nem, tehát ezek a magyar felsőoktatásban csak önköltséges formában indulhatnak. Mit vár ettől az új formától az egyetem? Az újdonság eleje, tehát ezt gondoltuk, hogy mindenféleképpen egy olyan széles képzési palettát szerettünk volna a jelentkezők, az érdeklődők számára kínálni. Úgy gondoltuk, hogy ez az egyik, ami még úgymond hiány volt a Nyíregyházi Egyetemen, és többek közt, ahogy említettem, ugye ez a közösségi felsőoktatási képzési központ is talán közelebb hozza a megyebeliekhez a Nyíregyházi Egyetemet. Mondhatjuk, hogy ez már a pandémiának egy pozitív hozadéka? Akár mondhatjuk ezt is, igen, igen. Távoktatásban ugye eleve a tananyagot is online kapják meg az érdeklődők, tehát nem is szükséges ugye, hogy kontaktórát tartsunk, tehát ezért mondtam, hogy akár külföldről, vagy az ország másik végéből is nyugodtan elvégezhető a képzés, és ugyanazt az oklevelet kapja meg a végén, mint aki személyesen részt vesz az oktatásban, így van. Ha már a távoktatás kerül szóba, a most induló fél év az milyen formában működik? A nappali tagozatos hallgatóink személyes jelenléti formában kezdték meg az oktatást. Most február 7-ével indult egyébként a tavaszi időszakunk. A levelező, illetve a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók viszont úgynevezett hibrid formában tanulhatnak. Ez azt jelenti, hogy az elméleti oktatást azt online módon szervezik az oktatóink, viszont a gyakorlati jellegű órákat azt viszont személyes jelenléttel tartják meg. Hogyan tudta magát népszerűsíteni most az egyetem ebben a furcsa időszakban? Nagyon sok online felületen vagyunk elérhetőek, tehát a Facebook oldaltól kezdve az Instagram, még ugye a TikTok oldalunk van, YouTube csatornát működtetünk, tehát nagyon próbáltuk most népszerűsíteni és eljutni minden érdeklődőhöz. Mi az eddigi tapasztalat az utóbbi években, mennyire tud a népszerűségen erősíteni egy kicsit az egyetem? Úgy gondoljuk, hogy tudunk, hiszen már a tavalyi felvételi számok is azt mutatják, hogy igen népszerűek lettünk, és nem csak megyében, tehát azért itt a Borsod megye, illetve a Hajdú megyében is tudunk elérni érdeklődőket, akik aztán a végén a hallgatónká válnak. Én nagyon bízom benne, és a vezetőség is nagyon reményekkel teli, hogy az új 2022. szeptemberi tanévünk az egy nagyon sikeres lesz. Most viszont lezárult egy fél év, voltak államvizsgák is, diplomaosztót viszont nem tudtak tartani. Így van, ez a pandémiás helyzetnek köszönhető, ugye február 5-ére terveztük egyébként a diplomaosztó ünnepségünket, viszont ez most elmaradt. Annyit tudtunk felajánlani egyébként a hallgatóinak, akik most oklevelet szereztek volna, hogy a júliusban tartandó oklevél átadó ünnepségünkön mindenképpen lehetőséget biztosítunk, hogy ünnepélyes keretek közt vehessék át a diplomájukat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki már esetleg felvette a diplomáját, az tavasszal a tavaszi fél év végén visszaadja, és szépen beöltözve az ünnepségbe. Pontosan így működik, igen. Tehát most, ha munkahelyre, egyéb helyre elviszi, akkor természetesen be tudja mutatni, hasznosítani tudja az oklevelét, és az oklevél átadó ünnepség előtt egy olyan 2 héttel visszahozza nekünk, hogy ünnepélyesen átadhassuk részére. Sokan azonban nem kaptak most diplomát a nyelvvizsga hiánya miatt. Ez így igaz. Most idén ugye már nem létezik úgymond ez a nyelvvizsga amnestia, tehát per pillanat ugye a hatályos rendelet értelmében csak az kaphat oklevelet, aki a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgával rendelkezik. Említette, hogy a következő határidő a 20-a, a hitelesítésnek a határideje. Mi az, amire még érdemes figyelni a folyamatban? Amennyire tudom, lehet még sorrendet módosítani valamikor később. Így igaz. A 20-a az azért nagyon fontos határidő, hiszen ugye nem elegendő a jelentkezést február 15-ig beadni, ezt a jelentkezést mindenképpen hitelesíteni is kell. Ennek 2 formája lehetséges, egyik az, hogy a jelentkezési lapot a jelentkező postára adja az oktatási hivatal részére, a másik talán egyszerűbb formája az ügyfélkapunk keresztül történő hitelesítés.
Amikor ez ugye megtörténik, akkor, ahogy már mondtam is, július 7-ig van lehetőség esetleges dokumentumfeltöltésre, sorrendmódosításra, és várhatóan július 21-én kerülnek kihirdetésre a ponthatárok, már aznap este 8 óra magasságában az oktatási hivatal SMS-ben értesíti a jelentkezőket a sikeres felvételről. Ezt a bizonyos sorrendmódosítást, amennyire én tudom, csak egyszer lehet megtenni. Ez így igaz. Akkor érdemes alaposan átgondolni. Nyilván már, amikor az érettségik lezajlanak, meg mindenki látja, hogy mennyi a pluszpontszáma, tehát a pontszámok alakulása mentén érdemes átgondolni, hogy hová kerüljenek. Hogy hová is, így van. Nyilván az érdeklődési körtől is, az érettségi eredményektől is természetesen nagyban függ, úgyhogy nagyon érdemes meggondolni, hogy mi az az első hely, ahová tényleg szeretne felvételt nyerni a jelentkező. Nagyné Erdős Judit, nagyon köszönjük, hogy mindezekről beszámolt most nekünk és tájékoztatott bennünket. Én köszönöm szépen. Drasztikusan emelkedett tavaly a vasúti átjárókban történt balesetek száma idehaza. Sokan még mindig figyelmetlenül vagy a szabályokat be nem tartva kelnek át a síneken, ezért a MÁV körültekintő közlekedésre kéri a járművezetőket és a gyalogosokat. Megyénkben mindössze 5 olyan útátjáró van, ami nincs biztosítva, mégis több mint fél tucat ilyen baleset történt az elmúlt évben. Fény és félsorompó is működik ennél a nyíregyházi vasúti átjárónál, mégis történt már itt baleset az elmúlt években. Mint ahogy az ilyen esetek 80%-a is olyan átkerőnél történik, ami valamilyen módon biztosítva van. A tavalyi év összegzése ráadásul különösen csúnyán mutat, a statisztikáról a MÁV szóvivőjét kérdeztük. 40%-kal több vasúti közúti útátjárós baleset történt, mint 2020-ban. 2020-ban 62 ilyen baleset történt, míg tavaly 2021-ben 24-jel több 86. Ebből 16 esetben történt haláleset, 15-ször súlyos sérülés, 14-ször könnyebb sérülés, és sajnos az anyagi kár tekintetében is rekord. A tavalyi év elérte az 1 milliárd forintot. A vasúti kár, ami a vasúti infrastruktúrában keletkezett, illetve a járművekben. Az utasok közül senki sem sérült meg, mozdonyvezetők sérültek sajnos a balesetekben, és a közúti forgalom résztvevőinél volt haláleset, illetve sérülések. Ezek a balesetek 100%-ban a közúti szereplők hibájából következnek be. A MÁV teljes hálózatán 2008 óta nem volt vasúti hibából bekövetkezett halálos áldozatot követelő baleset. Hogy ne is legyenek, de olyanok sem, amelyekben valaki megsérül, ennek érdekében a vasúttársaság a közlekedési morálváltozását sürgeti. Erről nagyon-nagyon egyértelműen rendelkezik a KRESZ, hogy mindig a vonatnak van elsőbsége. Csak úgy szabad megközelíteni, mert megközelíteni is ezeket az útátjárókat, hogy fokozott óvatossággal, és meggyőződünk arról, hogy egyik irányból sem közeledik vonat. Ugye nagyon fontos, hogy a fehér jelzés az nem szabad jelzés. Mindig meg kell győződni arról, hogy nem közeledik vonat, és csak akkor szabad ráhajtani a pályára, hogyha erről meggyőződtünk, és arról is, hogy biztonságosan el tudjuk hagyni ezt a szakaszt, és nincs előttünk torlódás, nem szorulunk be adott esetben a vasúti pályára, mondjuk a sorompók tüzén. Különösen nagy veszélyben vannak azok az elsősorban fiatalok, akik fülhallgatóval és vagy kapucnival a fejükön akarnak átkelni. Nagyon-nagyon kérjük őket, hogy ne tegyék ezt, ne zárják ki az egyik érzékszervüket a közlekedésben, mert hogy ezek a vonatok, ezek már egyre halkabban közlekednek, egyre halkabbak a járművek, a mozdonyok, a motorvonatok, a pálya korszerűsítésből adódóan a pálya is egyre halkabb. Most majd ugye a téli időszak következtében egyre többször lesz havas a pálya, az még tompítja a hangot. Vegyük igénybe az összes érzékszervünket, és hát a gyalogosoknál mindenképp sajnos meg kell említeni a mozdonyvezetők tapasztalatát, hogy nagyon sokszor tudatosan felülbírálják a tiltást. A gyalogosok még nyugdíjasok is, több szatyorral a kezükben oldalra néznek, látják, hogy jön a vonat, és mégis úgy gondolják, hogy átmennek előtte, és hogy biztonságosan ők ezt megtehetik. Ne tegyék ezt, csak és kizárólag akkor is ott keljenek át a vasúti pályán, ahol ez engedélyezve van. Lelassít és mindkét irányba körbenéz a postás kocsi sofőrje, csak úgy kell át a két simpáron a nyíregyházi Lapály utcában lévő vasúti átjáróban. Itt sem fényjelzés, sem félsorompó nem működik, csupán egy András kereszt és egy stop tábla hívja fel a figyelmet a veszélyre.
Hogy egy kereszteződés el legyen látva valamilyen biztosító berendezéssel, arról az illetékes kormányhivatal határoz. Hogyha történik egy villamosítás, például most az Észak-Balatoni vasútvonal érintettségében, akkor ezeket mindig felülvizsgálják a korszerűsítés előtt, és hát szükséges közreműködnie a döntéshozatal során a vasúttársaságnak is, a közút képviselőinek is. Ez egy komplex folyamat. Magyarországon körülbelül 5700-5800 között van a vasúti, közúti útátjáróknak a száma. Ez nagyon magas szám. Ennek körülbelül a 80%-a valamilyen módon biztosított fényjelzőkésztő készülékkel, fénysorompóval, vagy fél sorompóval, vagy teljes csaporudas sorompóval, és körülbelül 20% az, amely semmilyen módon, tehát egy egyszerű András kereszttel biztosított. Ez a vasútársaság költsége szokott lenni, ez 80-100 millió forintos költségvonzattal is járhat. Ugye itt nem csak magáról a sorompóberendezésről vagy a fényjelzőkészülékről beszélünk, hanem a vasúti pályában is vannak olyan elemek, amelyek számlálják például az ott elhaladó járművek mozdony tengelyét, és abból is ugye automatikusan tud működni a rendszer, tehát egyre korszerűbbek ezek a berendezésekhez, ugye a biztosító berendezésnek a része, amely egy nagyon-nagyon összetett rendszernek a rendszert jelent a mindennapokban, csak mi egyszerűen biztosító berendezésnek hívjuk egy picit félrevezető módon, tehát hogy ezért ilyen magas ennek a költsége. A megyében összesen 5 darab olyan útátjáró van, amely nincs biztosítva, tehát András kereszttel ellátott, és 708 darab olyan útátjáró, amely bármilyen módon, valamilyen módon, tehát fénysorompóval, fél és fénysorompóval, illetve teljes csaporudas sorompóval ellátott. Egyébként nagyon érdekes az országos statisztika, hogy körülbelül a balesetek 20%-a történik olyan útátjáróban, ami nem biztosított, és a 80% pedig történik olyan útátjárókban, amely valamilyen módon sorompóval, fénysorompóval, félsorompóval biztosítva van. Magasabb a biztosítottsági fokozata azoknak az útátjáróknak, ahol nagyobb a sebesség, illetve nagyobb a vasúti forgalom, de nincsenek ilyen gócpontok, nincsenek ilyen kiemelt területek, teljesen változó az ország egész területén, akár mellékvonalakon, akár fővonalakon is történnek sajnos ilyen balesetek. Hát az önök megyéje volt a tavalyi évben érintett a legnagyobb, legjelentősebb balesetben. A tavalyi évben 7 vasúti, közúti útátjárós baleset történt a megyében, ebből 3 idézőjelben csak anyagi következményekkel járt, anyagi kárt okozott. Egy esetben történt halál, egy esetben könnyű sérülés, és 2 esetben súlyos sérülés. A balesetek elkerülése érdekében a MÁV évente 60-70 helyszínen végez ellenőrzést vasúti átjárókban a rendőrséggel közösen. Legfőbb céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek elkerülhetők lennének, ha a közúti közlekedés szereplői figyelmesen, kiemelt körültekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával közelítenék meg a vasúti átjárókat. Minden évben igyekszünk minden térségbe eljutni. 2021-ben az önök megyében, az önök térségében összesen 61 alkalommal történt ellenőrzés. Ez összesen 163 rendőrt és 72 MÁV-os munkatársamat érintette a biztonsági szervezet részéről. Itt az volt a tapasztalat, hogy a tilos jelzést adó közúti vasúti átjárón áthajtáskor 3 esetben tapasztaltuk azt rögzített módon, tehát ott kamerafelvétel is volt róla, hogy szabálytalan mobiltelefon használat történt, ami nagyon-nagyon jellemző módon elveszi a figyelmet az útátjáró balesetek tapasztalatainak, tehát ott ez egy külön ok, jellemző ok szokott lenni a baleseteknél. A biztonsági övbe kapcsolásának hiányát is több esetben tapasztalták a rendőrök, és hát szinte 90%-ban, 80%-ban meg lehetett állapítani szemrevételezéssel, hogy úgy hajtanak át az autósok az átjárókon, hogy nem néznek körül, lassítanak valamennyire, de nem teljes körül az óvatos megközelítés, ahogy ezt a helyzet megkívánná. Thank you.
Brutálisan emelkedett a magyarok egyik kedvenc élelmiszerének az ára, már majdnem harmadával került többe a burgonya, mint egy éve. A KSH adatai szerint a krumpli a legjobban dráguló termék. Szakértők szerint nem kizárt, hogy a következő hónapokban még többet kell majd fizetnünk érte. Köszöntöm a stúdióban Augusztinyi Andrást, a gyulatanyai fajta kísérleti állomás kísérletvezetőjét. Jó estét kívánok! Kezdőcsókolom, köszöntöm a televízió nézőit! Mi a magyarázata ennek a drágulásnak? Miért éppen a krumpli az, aminél ennyire gyorsan emelkedik, vagy hirtelen emelkedik az ár? Hát, sajnos azt kell mondani, hogy ez a burgonya, illetve a burgonya termesztés ágazat, ez, hogy is fejezem ki magam filmet, ez több sebből vérzik. Nagyon-nagyon régóta lehet visszanyúlni ennek az oka, hogy kezdeném, hogy mikor 2004-ben az EU-hoz csatlakoztunk, hogy akkor a EU nagy felületén 1.200.000 hektár ültetési felület volt, Lengyelország egyedül 850.000 hektárral csatlakozott. Így akkor beáramlott Lengyelországból Magyarországra, illetve a többi országokba hihetetlen nagy mennyiségű burgonya, és ez leverte az árakat. Ugye az akkori nagyok, gondolok itt, ami környékemben van, Gyulatanya melletti már, illetve Gyulatanyán 7-800 hektár burgonya volt, ezek mind a nagyok mind a bajták, de az egész Magyarország területére vonatkozik, így ezáltal már a gépek amortizálódtak, tehát ezek már nem kezdik újra. A drágulásnak egyik fő oka, tehát az öntözés hiánya is, ugye öntözés nélkül burgonyát termeszteni nem szabad Magyarországon, illetve nem kifizető. A másik óriási nagy dolog, hogy még most például a környező ország, gondolok itt elsősorban Lengyelországra, az áfát eltörölték, tehát nagyon nagy mértékben segítik az ottani gazdálkodókat, itt Magyarországon ez sajnos nem történt meg. Ide sorolhatom még ezt a klímaváltozást, ami ugye az elmúlt évben, tavaly például nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolta a burgonya termesztést. Tudnék, 25 fokon felül a burgonya már nem érzi jól magát, 30 fokon felül, ami tavaly is volt júliusban nagy szárazság, a burgonya nem a gumó növekedés, hanem a túlélésre küzd. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van, hogy említhetem még itt a munkaerő gondot, a munkaerő problémát, mert ugyan a gép kiszedi, de ugye válogatni kell, csomagolni kell, tehát az is kéz munkaerőt igényel. Mi az, amit tenni lehetne, vagy egyáltalán érdemese ezzel foglalkozni, vagy vegyük tudomásul, hogy el kell engednünk a krumplit, nekünk szabolcsiaknak ez egy kicsit lehet, hogy fáj. Hát igen, fáj, de sajnos ezt kell mondani, hogy nagy a valószínűség annak, hogy még tavaly Magyarországon 7000 hektár volt lejelentve burgonyából, addig valószínű, hogy ebbe az évben kevesebb lesz. Ez elsősorban, tehát a klímaváltozásnak, a másodszorban pedig az iszonyatosan megnövekedett input anyagoknak az árával magyarázható, mivel a burgonyának az önköltsége hasonlóan 1,5 millió forint per hektár. Mi az, amit tudunk helyette, meg egyre népszerűbb azért talán az édes burgonya is, tehát igazából a fogyasztói szokások is megváltoztak. Igen, még régen 55-60 kiló per fő volt egyéb Magyarországon a fogyasztás, most ez 30-35 kilóra lecsökkent, nyilván megváltoztak az étkezési szokások. Az édes burgonyára visszatérve, tehát az jobban szereti ezt a meleg klímát, de aznak is öntözés kell. Az valamivel, tehát az önköltsége nyilván jóval olcsó, mivel ott nem kell növényvédelmet csinálni, egyszer megkapálják, meghúzatják, és akkor az kész. De annyira burgonya, az édes burgonya nem annyira elterjedt még, illetve az éttermeknél is, szóval nem váltja ki a hagyományos burgonyát, édes burgonyával az ételeknél nem lehet pótolni, nagyon sok helyen. De akármennyire drágul a rendes burgonya, az édes burgonya még mindig rettentően drága ahhoz képest. Egyébként meg furcsa, hogy azt mondja, hogy sokkal egyszerűbb termeszteni az édes burgonyát, akkor miért olyan drága? Hát úgy egyszerűbb termeszteni, hogy szóval a költsége valószínű, hogy jóval olcsóbb. Én megmondom őszintén, csak én hobbi szinten termeltem burgonyát, édes burgonyát, igen, hobbi szinten. De kedvező volt, tehát ízre, meg egészségi szempontból is nagyon-nagyon favorizálják az édesburgonyát, de hozzám, aki bejönnek a több száz vásárló, az nem nagyon keresi az édesburgonyát, hanem inkább a magyar, ugye különösen a szabolcsi burgonyát, amit évek óta megszoktak az elmúlt évtizedekben. Amennyiben sikerülne az öntözött területek nagyságát jelentősen megnövelni, az mennyiben tudná megváltoztatni
a növénytermesztést, akár a burgonya, édes burgonya tekintetében? Hát jelentős mértékben meg tudná változtatni. Tudnék, Magyarországon ilyen 1,5-2% van az öntözött terület, szemben az EU-ban 10-12%. De a burgonyánál hangsúlyozom, hogy ez a klímaváltozás most jelentős mértékben fogja befolyásolni. Tehát mi nem tudunk a lengyelekkel versenyezni, nekik fent északon sokkal hűvösebb, tengerben nem kell, tenger mellett van, nincsen annyi tető, nincsen annyi növény, tehát teljesen más konstrukcióban vannak, mint mi magyarok. Ugye ők rengeteg hűtőházat építettek, ahol tárolni tudják, tehát ők felszedik szeptember-októberbe, nekik április-májusban is ugyanolyan a burgonya, de mondhatnám az almától kezdve mindent, ami lengyeleknél van. Mi sajnos ebbe egy kicsit el vagyunk maradva. Tehát hiába termelnék nagyon sokan burgonyát, ami valószínű, hogy nem lesz, azért hagyd tegyem hozzá, de tároló kapacitásunk sincsen. Mekkora beruházás igénye van annak, hogy ha valaki ilyen irányba szeretne mégis? Hát nagyon-nagyon. Tehát ezt egyénileg nem lesz egy társulatba kéne csinálni, tehát többen összefogni, vagy államnak hatatósabban anyagilag támogatni a termelőket ez ügybe. Például a lengyelben az áfát is elengedték a burgonyán. Ez is egy óriási előny a lengyeleknél például. De Lengyelországon kívül több ország ezt megtette, ezt a lépést. Mennyire tudnak a termelők érdeket érvényesíteni, vagy akár a kamarán keresztül, vagy termékszövetségeken keresztül? Hát az az igazság, mivel a nagyok abba hagyták, tehát ezek a kis termelők, akik pár hektárokat csinálnak, és nagyon szétszóródva vannak, tehát ezek nem tudják ugyannyira. Ugyan az állam most nagyon nagy támogatást akar adni többek között a burgonya támogatására is, illetve az öntözés támogatására is. Hát reméljük, hogy valamit is sikerül, de én megmondom, hogy én nagyon optimista ember vagyok, de ebbe egy kicsit pessimistán állok ezek kérdéshez. Magam részéről is, amik régebben csináltam 10-15 hektárt, most már jóval leadtam 1-2 hektárra. Azok, akik lemondtak a burgonya termesztésről, felhagytak a mezőgazdasággal is, vagy más termékekre, vagy terményekre állnak át? Nem, hát átállnak más termére, mint amit az előbb említettem, hogy ennek az önköltsége 1,5 millió körül, azzal szemben egy kukorica, napraforgó, búza jóval kevesebb, még olyan árak mellett is, hogy most az inputanyagok, tehát vetőmag, növényvédőszer, műtrágyák mind nagyon-nagyon megemelkedtek. Ez az egyik. A másik, hogy ezeknek a növényeknek nincsen kézi munkaerő szükséglete szembe a burgonyával. És sajnos ez a munkaerő szükséglet, ez a burgonyán kívül paradicsom, paprika, almára sajnos mindenre kihatása lesz. Ennek megfelelően hogyan alakul át a termékszerkezet a magyar mezőgazdaságban, vagy akár itt a megyében? Hát valószínű, hogy egyre többen fognak kukorica, napraforgó, búzát termelni. Repcét azért nem mondom, mert az is legalábbis a kelésnél öntözés lenne szükség, de a repcét azt nem, de a kukorica, napraforgó, búza biztos, hogy jobban meg fog növekedni. Bár ahogy mit említettem az előbb, hogy itt csak pár ezer, tehát minimális a burgonya ültetési felület Szabolcsba, úgyhogy én nem hiszem, hogy az nagyon befolyásolni fogja a többi termesztést. A mezőgazdasági vállalkozások milyen mértékben mondanak le magáról a tevékenységről? Mennek át más szektorba esetleg? Hát most ez az év az nagyon érdekes lesz szerintem. 1-2 év az nagyon vízválasztó, így hogy szakemberekkel beszéltem, illetve én több céggel vagyok kapcsolatban, mivel ugye kísérleteket csinálok Gyulatanyán, de mindenki azt mondta, hogy még most mindenki óvatosan foglalkozik, sokan nem tudják eldönteni még, hogy mit akarnak. Nagyon sokan azt mondják, hogy kevesebb tápanyagot fognak adni, de az egyenlő lesz a elnézést a halállal. Tudnilik a növényekben ez a termés potenciál benne van a nagyon nagy, és én csak megfelelő tápanyag kell, szükséglet kellnek a növényeknek kijutatni. A fajta kísérletek mennyire eredményesek? Milyen irányba mutatnak? Hát a fajta kísérletezés egyre jobban, nagyon sok cég, tehát öntözetlenül állítanak be kísérletet, tehát gondolok itt elsősorban kukoricára. Kukorica ugye napraforgót az nem, de nagyon kíváncsi, és próbálnák mindenkit ez irányba eltolni, illetve sarkalni, hogy az öntözést csinálják meg, de tudom, hogy ez nagyon-nagyon pénzigényes, tehát hogyha itt az állam segítene jobban a gazdákat, akkor biztos, hogy többen csinálnák.
De a burgonyát már nem is kísérletezik. Burgonyán, hát régebben volt ilyen 50-60 fajta, ez az elmúlt évekre 4 fajtára csökkent vissza, tehát abszolút, bár attól függetlenül, hogy Kesszein vannak nagyon ígéretes fajták, a kesszei fajták, és ez azért is jók, mert ugye ez magyar viszonylatban van kikísérletezve, magyar klímával, és tehát én nagyon tudom ajánlani például a kesszei fajtákat is, no attól függetlenül, hogy mindenki kintről az importot hozza, ami nagyon-nagyon drága. Tehát emiatt is van ez a 1,5 millió többek között az önköltség. Ezek szerint, aki nem szeretne lemondani a burgonya fogyasztásról, ő mit talál a boltokban? Hát boltokban találja a kintről behozott burgonyát, lengyel, francia, német, attól függetlenül el kell mondani, hogy most már a lengyelek is azért jó minőséget csinálnak, tudnék, az egészet a hollandok és a németek vették át szinte, tehát most már nem azt mondom, ami van 20 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtt, tehát ott is van, csak ugye az mégis nem magyar burgony, és mégis nem a magyar gazdákat segítik azáltal, hogy magyar terméket vennének meg a boltokba. Augusztinyi András, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket a burgonya termesztés jelenlegi helyzetéről. Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy elközelebb jövök, akkor ettől pozitív dolgokat fogunk beszélni. Bízunk benne. Én köszönöm még egyszer. Kedves nézőink, ennyi volt már a 35 perc, nézzenek bennünket szerdán is. Aznapi műsorunkban szó lesz a szombaton elrajtolt választási kampányról, a gazdákat érintő pályázati lehetőségekről és a Felső-Tisza vidékén megvalósuló töltésfejlesztési programról is. Viszontlátásra!